Reggeli Monitor. Újabb hadgyakorlatot tart az amerikai, japán, illetve a dél-koreai hadsereg. Miért? Mi történik jelenleg a térségben? Augusztus 18-án történt egy nagyon-nagyon fontos találkozó, egy háromoldalú csúcs találkozó az Egyesült Államokban Camp Davidben. Joe Biden amerikai elnök, Yoon Suk-yeol dél-koreai államfő és Fumio Kishida japán miniszterelnök találkozott. Ez egy olyan jellegű háromoldalú találkozó volt, amire már az Egyesült Államoknak a külpolitikája, biztonságpolitikája nagyon-nagyon régóta vágyott, és megállapodtak három nagyon fontos kérdésben. Egyrészt háromoldalú eszmecseréket folytatnak, másrészt rendszeressé teszik ezeket a csúcs találkozókat, közös hadgyakorlatokat fognak tartani, valamint gazdasági együttműködést szorosabbra fűzik a három ország között. És gyakorlatilag ennek a Camp David-i csúcs találkozónak a jegyében került sor erre a bizonyos hármas hadgyakorlatra, egy amerikai, egy dél-koreai és egy japán romboló a dél-koreai Jeju-szigetétől délre gyakorolta, szimulálta egy feltételezett észak-koreai rakétának az elfogását. Bár hivatalosan ez a hadgyakorlat azért az észak-koreai lehetséges támadást, lehetséges erődemonstrációt helyezi a célkeresztbe, de nyilván a három szövetségesnek a együttműködésének a hátterében azért ott van az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaságnak a rivalizálása is. Az észak-koreai fenyegetés vagy esetleges provokáció pontosan mit akar, illetve mi várható ezután vagy ebből a helyzetből? Az észak-koreai fenyegetéssel kapcsolatosan én azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk már 2017 környékétől, amikor az észak-koreai erődemonstrációk, rakétakísérletek, háborús retorika tulajdonképpen a világ szinte összes hatalmának már kimerítette teljes mértékben a türelmét, és 2017-ben a ENSZ olyan büntetőintézkedéseket szavazott meg Észak-Koreával szemben, amihez alapvetően Észak-Koreának a hagyományos szövetségesei, tehát Oroszország és Kína is hozzájárult. Azért mondom, hogy nagyon messze vagyunk 2017-től, mert azt látjuk az elmúlt éveknek a fejleményei során, hogy Oroszország és Kína is még inkább felsorakozott a nemzetközi viszonyok alakulása következtében Észak-Korea mellett. Tehát Észak-Korea az elmúlt évben és az idei évben is sokkal szabadabban hajtja végre a erődemonstrációit, rakétatesztjeit, mint korábban, amikor még ténylegesen volt súlya a nemzetközi büntetőintézkedéseknek az országgal szemben. Kim Jong-un újabb taktikai atomfegyverekkel is felszereli hadsereget, vagy legalábbis bejelentették. Ezeknek a fenyegetéseknek mennyire valid a kimenetele? Az észak-koreai rezsim ezeket a fenyegetéseket alapvetően elrettentési céllal hajtja végre. Tökéletesen felismerik azért az észak-koreaiak a saját mozgásterüket, tudják, hogy egy olyan konfliktus esetén, amikor ők támadófélként lépnének fel, az mindenképpen a rezsim számára tragikus és katasztrofális lenne, tehát a rezsimnek a végét jelenteni. Ugyanakkor látták azokat a történéseket, amelyek a 2000-es éveknek a legelején végbe mentek. A nemzetközi politikában itt elsősorban Saddam Hussein rezsimjének a végére gondolok, vagy Muammar Gaddafi líbiai vezető rezsimjének a végére gondolok. Ők úgy gondolják, hogy azok a nukleáris eszközök, amelyeket ők már hadrendben tartanak, illetve folyamatosan fenyegetőznek vele, azok elegendőek ahhoz, hogy elriasszák egy ország elleni, tehát a KNDK elleni támadásnak a lehetőségét. A jelenlegi helyzet hogyan érinti akár az indiai vagy a csendes óceáni térséget? Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag itt az elmúlt 2-3 év során egy újabb hidegháborúnak a kibontakozásáról és a hagyományos kelet-ázsiai szövetségi rend megerősítésével a tanúi lehetünk. Egyrészt az egyik oldalon látjuk, hogy miként sorakozik fel egymás mellett Oroszország és Kína, középen pedig Észak-Korea. Ennek legegyértelműbb megnyilvánulása idén július végén a koreai háborús fegyverszünetnek a 70. évfordulós ünnepségén láthattuk a tanújelét, amikor orosz, illetve kínai magasrangú delegáció is érkezett
Észak-Koreába erre az évfordulóra, és hát a frontvonalnak, illetve a új hidegháborús szembenállásnak a másik oldalán pedig látjuk azt, hogy megvalósult az Egyesült Államoknak a régi nagyvágya, az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán hármas szövetsége. Ehhez még annyit hozzátennék, hogy a 2010-es éveknek a második felében ezt az amerikaiak által óhajtott dél-koreai, japán, amerikai hármas szövetséget elsősorban a dél-koreai-japán törésvonalak, dél-koreai-japán konfliktusok akadályozták. Ezeknek a konfliktusoknak a hátterében ugye a második világháborús, illetve a gyarmati időszaknak a japán agressziója húzódott, viszont az elmúlt gyakorlatilag másfél év során sikerült ezt a konfliktust rendezni, úgyhogy úgy látjuk, hogy az Egyesült Államoknak a kelet-ázsiai szövetségesei között egyre jobb az összhang. A felek erejét tekintve mit látunk, hogy ezek a fenyegetések, illetve ez a stagnáló állapot meddig húzódhat? Én úgy gondolom, hogy a valamennyi szereplő nagyon sokat tanult azért a orosz-ukrán háborúnak a tapasztalataiból, látták, hogy mivel jár egy elhúzódó konfliktus, illetve a civil lakosságra és gazdaságra is milyen hatással lehet egy ilyen konfliktus. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a status quo, ami a kelet-ázsiai térségben tapasztalható, illetve bennáll most már hosszú-hosszú évtizedek óta, nem fog változni tényleges fegyveres konfliktusra. Én úgy gondolom, hogy nem kell számítani. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan fegyverkezési verseny zajlik. A térségnek a szereplői közül Dél-Korea pedig egy nagyon-nagyon fontos fegyver exportőrként jelenik meg, és akkor itt ki lehet emelni azt, hogy Dél-Korea egyre nagyobb szerepre törekszik, illetve egyre komolyabb szövetségi kapcsolatokat kíván fenntartani a NATO-val, és a NATO tagországok közül például Lengyelország részére egyre nagyobb mértékben értékesít fegyvereket, tehát azt látjuk, hogy azok a fejlemények, amelyek Kelet-Ázsiában zajlanak, valamint Kelet-Európában zajlanak, orosz-ukrán háború következtében teljes mértékben összefüggenek, illetve hatással vannak egymásra.